Ez egy előző évezredi bútorraktár is lehetne, azonban ez a Bonyád Majosi Kultúrház. A feltöredezett járólapokból látszik, hogy régóta vár már az épület a felújításra, és most ennek is eljött az ideje. A város költségvetése megengedheti azt, hogy egy nagyobb felújítást csináljunk, ami a Majosi városrésznek ez egy óriási lépés lesz, hogy a kultúrház, ami már évtizedek óta úgymond rossz állapotban van, de folyamatosan használva volt, mert a város meg tudja oldani a saját erőből, hogy ez az épület fel, fel legyen újítva, és a Magyarosi Székely Hagyományozó Egyesületnek a kezelésébe átadja. Néhány évvel ezelőtt a nyílászárókat kicserélték, és az utcafronti homlokzatot is megcsináltatták. Ez évi 80 millió forint van erre az épületnek a felújítására számva. Most zajlik a közbeszerzés, és ebből a pénzösszegből a teljes tetőszerkezet, a kultúrháznak ez a belső táncterme, a padlócsere új központi fűtés kialakítása, új vizes blokkok kialakítása, női és férfi vécék, és pedig hátul egy közösségi helység, és ez mellett egy közösségi konyha és egy tálaló se kerülnek kialakításra. Az omladozó teraszt is felújítják, régi, nagyméretű téglás burkolásban gondolkodnak, ami visszaadná az épület sváb formáját. A jellegzetes oszlopokat renoválás után visszaállítanák a helyére. Ezek felújításában a katolikus imaházihoz hasonlóan a lakosság segítségét kérik. A tervek szerint rendszer is kerül majd a felújított kultúrházra. Fontosnak tartom ezt az épületnek a felújítását, mert ugye Majoson is Egyesületek vannak, amik működnek, és valós igény van a fiatalok, az idősek, úgy mondom minden generáció részéről, hogy ezt az épületet használják és belakják, mert jelen pillanatban nincsen, hol úgy összejöjjenek, beszélgessenek hogy ami a mai kornak megfelelő minőségben legyen. Kulturális programokat a tervezünk, igen. A legfőbb ugye szervezője a programoknak, a Majosi Székely Hagyományőrző Egyesület, de mi is úgymond önkormányzati szinten is rendeztünk itt már régebben nőnapot, ami jelen pillanatban ugye Bonyhádon kerül megrendezésre, de valamikor ez Majosról indult, ez a nőnap. Igen, lenne itt még más lehetőség, tánctábor, nyári tánctábor a gyerekeknek, adventi ünnepségek voltak az utóbbi időben rendezve, de ez mind az Egyesületenek a szervezésében történt. A kultúrház felújítási munkálatai várhatóan május elején indulnak el, és a tervek szerint még az idén birtokba vehetik a majosiak. Itt azonban nem áll meg a Bonyhádi önkormányzat, sokkal több fejlesztést tervezek a város része 2022-ben. Be az évben a belügyminisztériumnak kiírt pályázatára beadtuk a 13-as utcának a teljes felújítását, ami az úttest és a vizelvezetést foglalja magába, valamint az ötödik utcában elkezdett járdafelújítást folytatjuk. Ezt pályáztuk meg, és szeretnénk ugye nyerni rajta, és megoldani a régi járda problémákat. Ezen kívül vannak még járdafelújítások, de azok még teljesen nincsenek eldöntve a szakaszok. A 7. utcában biztos, hogy lesz járdafelújítás, az még a költségvetésből, hogy mekkora részt tudunk ide hozni, az még, még megbeszélés alatt van. Ezen kívül régi nagy hiány Majoson egy közterületi játszótérnek a megépítése, ami ugye nincsen, és ez pedig a mai kornak megfelelő szabályok szerint ilyen gumi ütéscsillapítóval felszerelt, 12 darab elemmelből álló korszerű játszótér, és ez például Majoson Magyos, az 5. utcában a úgynevezett régi cipőüzemmel szemben van a füves terület, és ott lesz majd ez fölépítve. Tavalyi évben átadtuk a temető, és a szoboda közötti Feljárót, ez egy a rövidítő út, mi úgy hívjuk, és ennek a közvilágítása ugye nincsen megoldva, és közvilágítással idén ez is meg lesz oldva ez a probléma, hogy oda napelemes közvilágítás fog kerülni, hogy éjszaka is lehessen használni, vagy sötétbe ezt a szakaszt. Ezen kívül olyan fejlesztés van még az óvodára vonatkozólag, hogy az udvaron, amit tavaly évben már elkezdtünk a kültéri játszót érnek a modernizálását, az idén be lesz fejezve, és a kerítésnek a teljes felújítása is meg fog történni. Ha a pályázatok sikeres elbírálásban részesülnek, akkor 2022-ben több 100 millió forintos fejlesztések valósulhatnak meg Bonyhád Majoson.